Zajlik az adatfelvétel, folyamatosan érkeznek az önkéntesek. 10. alkalommal szerveztek civil véradást a vármegyében. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, a Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és az Országos Vérellátó Szolgálat a miniszterelnökség felhívására indította el a kezdeményezést a koronavírus járvány idején. Amikor nem érintkeztünk, nem mentünk sehová, értelemszerűen vért adni sem mentek az emberek, és akkor jött az a döntés a civil ügyekért felelős miniszterelnökségi államtitkárságtól, hogy a civil közösségi szolgáltató központok egy igazi közösségi ügyként álljanak ennek az élére, és minden évben 2 alkalommal szervezzék meg a civil véradást. Ez egy közösségi ügy. A civilség az önkéntességen alapul, és ez, hogy egy kis vérünkkel életeket mentünk, és az ország vérellátását biztosítsuk, ez is egy közösségi ügy. 3 nap alatt 3 városban szerveztek civil véradást. Kedden Kisvárdán, szerdán Nyíregyházán várták a donorokat, csütörtökön pedig a Mátészalkai Kulturális Központ biztosítja a helyszínt az önkéntesek számára. A tapasztalat az az, akár a civil véradást tekintve, hogy minden évben növekszik az érdeklődés, de a másik tapasztalat, meg az egyéni tapasztalat. Nekem személyesen például egy nagy segítség a civil véradás, mert így van 2 fix pont az évben, amikor vért adok. És nem is tudjuk sok esetben, hogy évi 3-szor akár egy ember tud vért adni. És ez csak egy alkalom kell hozzá, mert ha nekem kell magamnak megszervezni, az mindig nehezebb. De így van egy közösségi ügy, van egy fix időpont a naptáromban, és azt gondolom, hogy a civilek számára azért is lett ez egy bejáratott jó akció, mert most már tudják, számítanak rá, várják ezt az alkalmat. Országos adat, hogy az influenza jellegű megbetegedések miatt ebben az időszakban kevesebben tudnak vért adni. Naponta országos szinten legalább 1600 egység vérkészítményre lenne szükség. Ehhez azonban naponta 250-nel több véradónak kellene elmennie a véradásokra.